Benfentesek. Mi a véleménye a Wall Street-i fizetésekről? Szélsőségesek. Állítólag az IMF-nek igen nehéz kritizálnia Amerikát. Azt nem mondanám. Nagyon sajnáljuk törvénybe ütköző tevékenységeinket. Sokan meglepődnek, hogy annyi kokain után másnap még mindig képesek bemenni dolgozni. Nem tudom, mi az a hitel nem teljesítési csereügylet. Kicsit régi módi vagyok. Jelezte valaha Larry Summers, hogy megbánta? Én nem hallottam ilyen vallomást. A kormány csak csekkeket ír. Ez az A terv, az a B terv, C terv. Támogatná a vezetői fizetések szabályozását? Nem, én nem. Megfelelőnek tartja a pénzügyi szolgáltatói szektorra jellemző kompenzációkat? Ha kiérdemelték, igen. És kiérdemelték? Szerintem igen. Tehát segített romba dönteni a világot? Így is mondhatjuk. Közpénzek kárára történő hatalmas privát nyereséget láthattunk. Nagyon csábító elképzelés, hogy az ember a semmiből képes alkotni valamit. Attól félek, hogy sokan vissza akarnak térni arra az útra, amin a válság előtt haladtak. Rengeteg névtelen e-mailt kaptam bankároktól, hogy ők nem nyilatkoznak, de szerintük nagy a baj. Maga szerint miért nem folyik alaposabb kivizsgálás az ügyben? Mert megtalálnák az elkövetőket. Az egyeteme esetében nem merül fel az összeférhetetlenség kérdése? Szerintem nem. A szabályozó hatóságok nem végezték a feladatukat. Mindegyik ügyben eljárhattak volna, de nem tették.